Feszítővágóval távolítják el ennek az autónak az ajtaját a tűzoltók. Lépésről lépésre haladva végül levágják az autó tetejét. Ebben a műszaki mentési gyakorlatban egy gerincsérült biztonságba helyezését imitálják. Az utasításokat követve három munkahelyszínen végzik a feladatokat városunk tűzoltói. A műszaki gyakorlaton tűzoltóságunk mindhárom szolgálati csoportja részt vett, akik egy oktatási terv szerint folyamatosan képzéseket kapnak. Ennek része ez a műszaki mentés is. Ugye nem csak elméletben kell tudni, hanem gyakorlatban is, és ugye itt akár ezen emberélet is múlhat. Nem szabad bestresszelni kint a kárhelyszínen, ott üzembiztosan, készségszinten kell tudni ezeket a szerszámokat használni, és vannak dolgok, amit nem lehet megtanítani bent a tanterembe. Kell hozzá egy autó, most ott ugye a szolgálatparancsnok, a dropaszázados úr például az előbb megütötte az autót azért, hogy szoruljon be az az ajtó, és akkor nézzük meg, hogy lehet azt kinyitni. Tehát, hogy hol van a zár, hol szorul be. Az emelőpárna működését és használatát mutatják hivatásukat megkezdő kollégáiknak a szakmai tapasztalattal rendelkező tűzoltók. Maga, aki már 15-20 éve tűzoltó, annak azért a kezébe ezeknek az eszközöknek a használata már benne van, de azért nem baj, ha leporoljuk az ő tudását is. De akik újoncként érkeztek, ugye egy pár hónappal ezelőtt ünnepeltük, hogy ide jöttek, hát őnekik ugye a mentoraik segítségével kell ezeket a feladatokat végrehajtani. Némelyiknek nagyon új még a dolog, ugye csak az alapfokú iskolát végezték el, ott keveset tudtak vágni, kevés volt az idő, amit egyesével velük tudtak foglalkozni, és igazából ezeket a hiányosságokat pótoljuk egy picit, és képezzük őket. Vigyázz a tömlőre, ne szakítsd el, Lajos! Orosz Csaba hozzátette, ritkán van lehetőségük ehhez hasonló gyakorlatokat szervezni, viszont kiváló alkalmak a fejlődésre. A roncsvágási gyakorlaton leselejtezett gépjárműveken gyakorolták a hétköznapi életben gyakran előforduló szituációk mentési feladatait.